Ezt a sportmúzeumot 4 éve adták át Tiszavasváriban. Számos erekje látható az épületben az újkori olimpiák 1896-tól íródó történetéből és különböző más világeseményekről, amelyet főképp a városban élők gyűjtöttek össze. Közülük többen tagjai a 2015-ben alakult Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesületnek, amely a járványhelyzet miatt 1 éves késéssel ugyan, de végre megünnepelhette fennállásának 5. évfordulóját. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a régi sportbarátaimmal újra együtt lehetünk. Hát tulajdonképpen már nem 5, már most 6,5 évesek vagyunk, mert ugye a tavalyi év az nem elmaradt, hanem el lett halasztva az ünnepi eseményünk vagy megrendezése. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 év alatt, ha csak annyit nézünk, nagyon sok mindent tettünk az olimpiai eszme hirdetéséért. Mint olimpiai baráti kör egyesületünk, nekünk az egyik legfontosabb feladatunk az olimpiai eszmét hirdetni, meg a kubertani gondolatokat megismertetni mindenkivel. A találkozások házában katona olimpikonokról nyílt látványos kiállítás, amit a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is érdeklődéssel figyelt. Kulcsár Krisztián szót ejtett arról, az országban működő olimpiai baráti körök nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az elmúlt évtizedekben dicsőséget szerző 5-karikás sportolókra a társadalom jelentős része hősként tekint vissza. Hogyha nem volnának olyan közösségek, mint például ez a tiszavasvári olimpiai baráti kör, vagy az összes többi 20 ilyen baráti kör van az országban, akik ezt őrzik a Magyar Olimpiai Akadémián és a Magyar Olimpiai Bizottságon túl, de velünk együttműködve, akkor ezek a hősök szépen lassan elfakulnának, eltűnnének, talán azt a szerepet sem tudnák betölteni, ami miatt igazából mi annyira büszkék vagyunk, és szeretjük őket, és szeretnénk példaképnek tudni őket a következő generációk előtt. Tiszavasvári önkormányzata a kezdetektől fogva támogatja a baráti kör rendezvényeit és törekvéseit. A város alpolgármestere szerint az egyesület a hagyományok ápolásán túl élményeket biztosít a helyi sport szerető embereknek, és példát mutat a fiataloknak is. Fontos egy város életében, hogy az úgynevezett civil kurázsi előjöjjön, és ugye azt támogassuk, hogy az olimpiai eszmét egy sportos városnak az értékeit mindenkinek meg tudjuk mutatni, valamint azt, hogy a fiatalokat erre a csodálatos eszmére rá tudjuk nevelni, hogy az olimpiát nem megszüntetni kell, meg nem bezáratni kell, olimpiai eszmét tovább kell vinni, és amíg van lehetőség, ezt fenn kell tartani, és nem csak nekünk, hanem az utódoknak is, és ezért ez a szerveződési Tiszavasváriban nagyon lényeges. Az 1980-as moszkvai olimpián bronzérmet szerző Váradi János is részt vett a baráti kör ünnepi találkozóján. A kemecsei születésű volt ökölvívó jó szereplést várt Tokióban a magyar delegációtól. Mivel hogy nehéz volt felkészülni, mert nem lehetett tudni pontosan, hogy mikor is lesz az olimpia, nehéz a csúcsformát kialakítani, de én bízom benne, hogy a magyar versenyzőknek sikerül legjobb formájukat hozna az olimpián, és minél több aranyérmet, illetve érmeket fognak szerezni. Az eseményen a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület megkapta a Magyar Sport Létesítmények Szövetségének emlékdíját, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a Magyar Olimpiai Akadémia pedig dísztányérral és diplomával ismerte el a civil szervezet elmúlt években nyújtott eredményes munkáját.